A stressz és a szorongás idén is borítékolható a karácsonyi ünnepek alatt. A pénzcentrum ennek kiváltó okairól készített egy felmérést olvasói körében. A válaszadók egyharmada mindent stresszként él meg az ünneppel kapcsolatban. A zsúfolt üzletek, a pénzköltés, az ajándékkeresés, a sütésfőzés, de még a család és a karácsonyi zenék is feszültséget okoznak az emberekben. A klasszikus stresszforrások mellett a koronavírus miatt most újakkal is találkozhatunk. A bevásárlás például most már nem csak, hogy idegörlő, hanem még veszélyes is lehet. Ugye félünk attól, hogy, hogy elkaphatjuk a, a vírust így a, a tömegben. Ez ugye fokozza a szorongást. A járvány és a gazdasági nehézségek miatt az ajándékvásárlás, a karácsonyi nagy bevásárlás most sokkal több lemondással jár, ami szintén növelheti a szorongásunkat. Aztán itt van még a távolságtartás vagy a kiárási korlátozások, mert ugye nehéz úgy meghitten ünnepelni, hogy nem lehet ott egyszerre mindenki a családból, vagy idősebb, betegebb családtagjainkat féltjük a vírustól. Szóval sok minden keveredik itt össze, egyrészt ez a vásárlási láz, a sokszor mesterségesen felfokozott ünnepi hangulat, ezek komoly megfelelési kényszer támaszthatnak, aztán a vírus miatt ugye a bizonytalanság, az aggodalom is eluralkodhat rajtunk, a védekezés és a korlátozások pedig a magánosságot, az elszigetelődést is növelik. Sokan hasonlítják a 2020-as évet a Grinchhez, aki tönkre teszi az ünnepet. Már a húsvétot is komoly korlátozások mellett töltöttük. Van némi rutinja az embereknek, hogyan lehet videóhíváson keresztül ünnepelni az idős vagy távolabb élő rokonokkal. Fontos hangsúlyozni, hogy idén a karácsonynak nem csak a szeretetről, hanem legalább annyira az empátiáról is kell szólnia. Most a szokásosnál is fontosabb, hogy felejtsük el a tökéletes karácsony illúzióját. Engedjük el a a kapcsolatos elvárásainkat, mert nem feltétlenül kell drága különleges ajándékokat vennünk a családtagjainknak, nem kell tökéletesnek lennie a háromfogásos ebédnek, vagy nem kell szebb bűszítést csinálnunk, mint a szomszéd. Mert a karácsony az egy ünnep, ami nem, nem a teljesítményről és nem is a megfelelésről szól. Úgyhogy ha megelégszünk azzal, hogy biztonságos keretek között tudunk találkozni szeretteinkkel, rájuk és a velük eltött időre figyelünk, akkor mindegy, hogyha odáig a beigli vagy nincs csúszdíza fán. Ahhoz, hogy csökkentsük a feszültséget, figyeljünk oda a kikapcsolódásra, és próbálj meg egy kicsit lassítani.